Tessék. Forog? Igen. A Cemex mezőhegyesi üzemében dolgozzák föl azt a spermát, azt a szaporítóanyagot, amit Erdélyben is forgalmaznak a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesülete. Hogyan alakult ki ez a kapcsolat? 2005-ben a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesülete megkeresett bennünket, korábban is természetesen jó szakmai kapcsolatban álltunk, és együttműködési javaslatot ajánlott fel a számunkra, amit mi örömmel elfogadtunk. Ennek keretében bértartásban a Génma Kft-nél tartjuk a Magyar Tarka Egyesület által kiválasztott tenyészbikákat, ezektől a szaporítóanyagot letermeljük, majd pedig a megfelelő üzleti egyességek után Magyarországon ezt a szaporítóanyagot forgalmazzuk. Az erdélyi, a romániai kapcsolat, egyáltalán a cég működése még miben nyilvánul meg? Romániával a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének van egy romániai vegyes vállalata. Ez a vegyes vállalat az általunk termelt szaporítóanyagot forgalmazza Romániában. Azért engedje meg, hogy elmondjam, a termelt szaporítóanyag a legmagasabb kanadai követelményeknek is megfelel. Hiszen a Cemex, Génbank Cemex Magyarország Kft. Nem csak a Magyar Tarka fajtában érdekelt, hanem sok egyéb fajta mellett, például a Holstein Friesben is. Holstein Friesben pedig el kell mondjam, hogy jelen pillanatban a nálunk termelt spermát közel 100 országban forgalmazzák, tehát a lehető legmagasabb minőségi és állategészségügyi sztenderdeknek kell eleget tegyünk ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Így természetesen a cégünk minőségpolitikája előírja, semmiféle különbséget nem teszünk sem a fajtákban, sem a piacokban, hanem a lehető legmagasabb minőséget ajánljuk az Egyesült Államoktól Romániáig vagy Székelyföldig mindenki számára, és ezt a minőséget igyekszünk garantálni, és folyamatosan fejlesztjük is. Közel van Mezőhegyes a határhoz. Tulajdonképpen, aki netán érdekelne, akit érdekelne ez a magasfokú feldolgozás, akkor talán meg is látogathatja önöket. Igen, természetesen. Bár a mesterséges állomásunk rendkívül szigorú átegészségi feltételeknek kell, hogy megfeleljen, pont az előbb említett okok miatt, tehát látogatókat be nem vihetünk, nem fogadhatunk, azonban a külső, tehát a kerítésen kívülről természetesen bemutathatjuk a tenyészbikáinkat önöknek, illetve a partnereinknek. Éppen most szakmai napot szervezünk, október 5-én, ez jövő héten szerdán következik be, közel 300 vendéget várunk, határon túlról is, és hadd használjam fel ezt az alkalmat, hogy meghívjak minden kedves tenyésztőt a határon túlról is, jöjjenek el, várjuk őket szeretettel, mert az idei évben rendkívül komoly és rendkívül nagy örömünkre szolgáló esemény történik, kettő is. Az egyik, hogy felavatjuk az új 44 férőjes egyedi boxos istálónkat a bikáink számára, és a másik esemény pedig, hogy módumban áll bemutatni a világ jelenleg legmagasabb genetikai, genomértékű Holstein Fries kisbikáját, Amigetti numero uno-t, amely azt gondolom, hogy tényleg egy világszenzáció, hiszen ilyen teljesítményű bika ma sehol a világon még másik nincsen. Igaz-e az a hír, hogy most már nem Kanadából jön a szaporítóanyag, hanem Magyarországról megy a szaporítóanyag, hiszen annyira jó genetikát sikerült itt meghonosítani? Tulajdonképpen azt mondom, hogy igaz. A tulajdonosunk a Cemex Alliance nevű cég, egy világcég, amely a világ több mint 130 országában árul szaporítóanyagot, illetve van jelen a Holstein Fries és egyéb fajták tenyésztése elősegítésében. Éppen ezért a Cemex Alliance nálunk lévő bikáinak a világ összes országában meg kell tudnia jelenni, tehát ezek a bikák alkalmasak arra úgy genetikailag, mint állategészségügyileg, és az általuk termelt sperma minőségileg, hogy bármely országban megjelenhessünk ezzel a szaporítóanyaggal. Elmondhatom, hogy az új fejlesztésnek köszönhetően a jövőben évente 7-800 ezer adag szaporítóanyag termelésére leszünk képesek. Hogy ezt felmérjük, ezt a számot, elmondom, hogy Magyarország, aminek a Holstein Fries tehén létszáma 160 ezer körül van, éves szinten 550 ezer adag spermát használ fel erre a 160 ezer tehénre, tehát ez a 7-8 ezer adag már mutatja, hogy a Génbank messze nem csak a hazai piacra termel, hanem a világra, úgyhogy világ piacaira. Úgyhogy elmondhatom, hogy igen, ma már az Egyesült Államokban, Kanadában, vagy Új-Zélandon egyre több
hazai mezőhegyesen termelt szaporítóanyag található. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Arra kérném, hogy az Erdély Magyar Televízió nézőinek mondja, legyen szíves, hogy a Ferroflex az mivel is foglalkozik, mit is gyárt, mit is csinál. Ferroflex az mezőgazdasági gépeket gyárt, a fő profilünk az homlokrakódó, homlokrakódóhoz csatlakozó eszközöket gyártunk, ez az egyik fő profil, aztán a másik az különböző altalajművelők, altalajlazító gruberhengerek, egyéb altalajművelők, és valamint van egy pótkocsi csomagunk, ami cserefelépítményes pótkocsikat gyárt. A cserefelépítményes pótkocsi az úgy néz ki, hogy van egy alvázunk, amihez különböző felépítmények vannak, gabona, trágyaszóró, szippantó és röngszállító felépítmény. Milyennek mutatkozik a romániai piac, az erdélyi piac, milyen együttműködés van velük? Én úgy gondolom, hogy egyre bővül, ott is a pályázatok terén egyre nagyobb a rendelési állomány, több céggel is kapcsolatban vagyunk, és szerintem egyre jobb és egyre bővülőbb. Ezt a kínálatot ott is meg lehet találni? Meg lehet találni a kínálatot. Van cég, aki adaptációkat és adaptereket homlokrakódókkal foglalkozik. Aztán van egy másik cég, aki a pótkocsi felépítményekkel, és hát próbálunk egyre bővíteni. Igazából hol lehet ezeket megtalálni? Nem tudom, hogy ezt most kérdezhetem-e, fejedben van-e ez a kérdés? Nincs, majdnem, akkor nem. Jó. Ezt kérdezem. Van a Munax, aztán a másik két cég az... A Munax ugye az axiálos van, is, meg van, meg van, a... De Laci képben van ebben majd. Uh-huh. Jön Laci, majd elmondja. Így van. Kérdezném, hogy tulajdonképpen mekkora gazdálkodóknak, mekkora gazdaságoknak ajánlják a gépeiket? Én úgy gondolom, hogy a pár hektártól akár a pár ezer hektárig mind a pótkocsik, mind a homlokrakódók egészen az 50 lóerőtől a 200 lóerőig megtalálható nálunk. Látom, hogy vannak más kerti eszközök is, gépek is, tehát tulajdonképpen egész éles spektrumot fognak át. Próbáljuk a palettát kiszélesíteni, mert akár hozzánk, akár a kereskedőinkhez, ha már bemennek a vevők, akkor legyen minél szélesebb a paletta, és ezáltal azért ezekből a termékekből is egy-egy darabot adunk el. Milyennek mutatkozik, még ezt nem mondtál, bővül ez a piac, érdeklődnek, van pénzük az erdélyi gazdálkodóknak, hogy megvásárolják ezeket a jó minőségű gépeket? Én úgy gondolom, hogy egyre jobban bővül, egyre többet vásárolnak ők is. Ők is rájöttek arra, hogy az élő munkaerőt gépekkel kell kiváltani, és ezáltal vásárolnak. A pályázatok miatt is egyre több a pályázat, egyre többen kimerik használni, a kisgazdák meg azért, mert ők is kiváltják az élő munkaerőt. Köszönöm szépen! Hát beszélgessünk egy kicsit a hangyáról, a hangya jelenéről, egyáltalán gyönyörű pavilon előtt áll. A hangya jelenét akartuk elsősorban bemutatni ezzel a mai kiállítással, ez mindig egy csodálatos seregszemle lehetősége. Tehát mindenki, aki bemutatkozik a kiállításon, meg akarja mutatni azt, hogy milyen hagyományokat ápol, és milyen jövőképet formál. Tehát a történetiség egyaránt benne van, meg benne van az is, hogy milyen innovatív készsége van, mit tud egyáltalán a jövő számára mutatni, tehát ne csak nosztalgia legyen, hanem lássuk, miből élünk. És itt azt látjuk, hogy együtt vagy külön erre a kérdésre kell válaszolni. Ennek a lényege mindig az, hogy ami egynek nem megy, vagy nem biztos, hogy megy, az sokaknak biztosan sikerül. Ugye sokféleképpen sokan megfogalmazták Kölcseitől Széchenyiig, mi magunk is ennek a követőinek tartjuk magunkat. Ez a hangya maga egy óriási gondolat, hiszen nem csak a határon belüli összefogása a kisebb-nagyobb gazdálkodóknak, hanem a határon túli magyarság szempontjából is egy összefogó erő, és úgy gondoljuk, hogy itt a mennyiséggel szemben a minőségnek a követelményét mutatjuk föl, azt a minőséget, hogy hogyan lehet a nyersanyagból, a búzából, a kukoricából, a disznóból élelmiszert tenni, az, ami a városi ember asztalára kerül, amit a vidék tud nyújtani a városnak, hogyan lehet egy megbízható, visszakereshetően garantált élelmiszer magyar embereknek magyar termék adható, tehát hogyan lehet a nyersanyagból olyan terméket, élelmiszert adni, ami ízes és a magyar föld értékeit, mondjuk így, hogy a magyar anyaföld értékeit is visszatükrözi.
Most ez egyre inkább fontos a 21. században, hiszen ugye a hangya alap, és a mai politika alap gondolata, hogy hát magyar ember által termelt élelmiszert illik és érdemes fogyasztani. Igen, ahhoz, hogy az élelmiszert meg lehessen termelni, általában a falusi ember az adottságoknál fogva, mert hogy földdel rendelkezik, földdel gazdálkodik, állítja elő az élelmiszerét, tehát a lakosságnak egy viszonylag kis hányada, viszont arra, hogy ő önmaga termelésén valami módon föl tudja használni, amikor a sokszorosát termeli meg, annak kicsi az esélye. Az, hogy ezt helyi piacokon el tudja adni, annak van egy bővülő lehetősége, de azért még mindig nem annyi, ami az ország szükségletéhez, esetleg az export lehetőségéhez szükséges, ezért össze kell állni. Tehát itt nálunk szakáganként, termékcsoportonként álltak elő, és úgy, mint ahogy az Európai Unióban, Dániában, Franciaországban, Spanyolországban ezt csinálják, egy-egy termék pályán technológiainak, élelmiszerbiztonságilag egy folyamatot végigvisznek. Tehát vannak olyan társulásaink, akik például a nyúlból nyúlsbúst csinálnak konyhakész állapotra, és úgy teszik az asztalra, vagy úgy teszik exportra, vagy most éppen épül a pacsai Baromfi vágóhíd, ami 200 gazdát fog össze, ebbe van a broiler, tehát a Baromfi broiler, meg a pulyka, de ez a 200 ember, amellett még 1300 embernek ad munkát egy olyan térségbe, ahol más munkalehetőség nincs. El kell mondanunk, hogy a mezőgazdaság és ezen belül az élelmiszeripar a legnemzetibb iparunk, hiszen szorosan kötődik a anyaföldhöz. Anélkül nem lehet termelni, tehát egy olyan termelő eszköz, egy olyan birtok van a kezünkben, amire már Kéza és Simon idejében elmondták, hogy aki a föld, azért az ország, hát mi is ezt valljuk, és azt gondoljuk, hogy ettől nagyobb garanciát egy nyílt határú Európában az magyar emberek számára bocsátani, mint hogy a magyar termelők csinálták meg és vitték végig a termékláncon, egy értékrendben tartva annak az összes költségét, tehát a termelő, aki önállóan termelő marad, verseng egymással, hogy minél jobban, minél igényesebben, minél olcsóbban lehetőleg, tehát kisebb költséggel, de ugyanabban a rendszerben adja el azt a jó minőségű terméket, ez egyedül csak így lehetséges. Tehát így leszünk ebbe az Európába igazán versenyképesek, és így van jövünk a globális kihívásokkal szemben, tehát a globalitásra egy jó lokális választ tudunk adni. Gyönyörű kiadvány is megjelent nemrég. Igen, hát ez a kiadvány ez egy különleges értéket képvisel, tehát mi erre már másfél éve készülünk, már tavaly is javasoltuk az akkori kormányzati időszakban választás előtt, hogy legyen omék, hiszen 5 évenként van, de ez elmaradt, és nagyon örülünk, hogy most erre jött. Méltóképpen akartunk megemlékezni, hiszen a hangya együttműködés, a hangya szövetkezeti szövetség az a 100 éves évfordulóra alakult, hiszen tudjuk, hogy 1898-ban alakult meg az első, és 1998-ban alapítottuk újjá a Kertészeti Egyetemen, és itt egy olyan pontot szerettünk volna 75. omék alkalmával letenni az asztalra, hiszen ez is egy jubileumi év, ami ezt méltón bemutatja. Úgy gondoljuk, hogy akkor is nem csupán a hangya első 25 évéről szólt ez a történet, hanem arról is, hogy Trianon után 3 évvel a magyarságnak egy összefogása volt, a határon túli magyarokra is gondolkodás, meg egy kicsit erőt mutatva, tehát egy olyan szándéknyilatkozat, ami messze túlmutatott ezen, politikai jelentősége volt, mondhatni, egy politikai nyilatkozat volt arra, hogy a birtokpolitikában a sok kisbirtokos egy vidék megtartó lehetőséget hoz, ez a sok birtokosnak az összefogása létrehoz egy vidékmentő szövetkezetet, amit mi úgy hívunk, és azt hiszem, hogy más is, hogy vidékmentő hangja. Köszönöm szépen!